Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez itt már a Kiemelő. Magazinunkban a Neumann János Egyetemre látogatunk, ahol ma formabontó világszínvonalú előadássorozatot rendeztek. A TEDx érdekességeiről láthatnak összeállítást. Ezt követően pedig arról lesz szó, hogyan válhat egy családi fotó a gyermekpornográfia eszközévé. Ebben a témában tartotta szakmai napját a Magyar Jogász Egylet Bács-Kiskun vármegyei szervezete. Holnap lesz Szent Márton napja, jövő héten Szent Erzsébetre emlékezik a katolikus egyház. Mai magazinunk vendége lesz Rigóné Kis Éva, elnöki tanácsadó, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kecskeméti csoport vezetője. Ezzel kezdünk. Köszöntöm a stúdióban Rigóné Kis Évát, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy eltetszett fogadni a meghívásunkat. Hát holnap nagy nap lesz, november 11-én, Szent Márton napja. Hogyan készült a Magyar Máltai Szeretetszolgálat erre a napra? Több módon is készült. Talán elsősorban azt mondhatnám, hogy lelkileg mindig nagyon felemelő, amikor Szent Márton napja táján járunk, hiszen az egyik legnagyobb karitatív szentet tisztelheti benne a keresztény világ. Az az ikonikus pillanat, amikor Szent Márton ugye a köpenyét gazdag katonaként, ugye a köpenyét ketté hasítja és a mesztelen koldus vállára borítja, azt gondolom, hogy nagyon sok emberben belső húrokat rezdít meg, pendít meg, és egy picit ráérez arra, hogy mennyire fontos az, hogy azoknak, akik szegényebb sorsúak, szerencsétlenek, azoknak segítsünk, függetlenül attól, hogy miért és hogyan kerültek abba a helyzetbe. Mi a szeretetszolgálatnál évek óta Szent Márton napján rétet sütünk fel, elevenítünk, illetve egy picit utánozunk egy régi magyar néphagyományt, népszokást, hiszen ezen a napon szokás volt libát sütni és rétest készíteni. És a rétesnek a húzása jelképezi azt, hogy a szeretet mennyire osztható, kicsit a szent köpenyét idézi, és ezeket töltjük, azt a rétest, amit készítünk, ezt töltjük meg mindenféle finomságokkal, és szintén a szokásoknak megfelelően az egyházi előjáróknak és helyi előjáróknak és támogatóinknak küldjük el ajándékba. Kérdezhetek olyat, hogy mondjuk a kulisszák mögött meg lehet azt tudni, hogy valóban húzzák a rétes tésztát? Most ebben az évben nem húztuk, mert kevesebb helyünk volt, ahol ezt el tudtuk készíteni. Korábban egyébként húztuk, és nagyon sokat nevettünk közben, és szórakoztunk, hiszen össze-vissza szakadozott, mert idő kellett ahhoz, hogy kellő gyakorlatot tudjuk ezt végezni. Most réteslapból készítettük, de remélem legalább olyan finom volt, mintha kézzel készítettük volna a tésztát is. Biztos vagyok benne, mert hogy arról szoktunk beszámolni, hogy olyan mennyiséggel tetszenek készülni, hogy egész Kecskemét tábláig elér. Hát minden esetre vasárnap folytatódik az ünnepek sora. A Máltai Szeretetszolgálat november 12-én vasárnap Erzsébet kenyeret fog osztani. Erről, ha hallhatnánk egy kicsit. Ez a november egy nagyon különleges hónap, épp Gábor atyával beszélgettünk erről, hogy a nagy karitatív szentek hónapja, Szent Márton, Szent Erzsébet, tényleg nagyon szorosan követik egymást, és Szent Erzsébet a világ egyik legismertebb szentje. Az Erzsébet napi kenyérosztás az a rózsacsodához kapcsolódik egy picit, így történetileg, hiszen a hagyomány szerint, illetve a legenda szerint tudjuk, hogy a kötényébe kenyeret rejtő Erzsébetet felelősségre vonták, és megkérdezték, hogy mi van nála, és akkor azt mondta, hogy rózsa, és valóban a köpenyéből ugye rózsák hullottak, ez a híres neves rózsacsoda, és ezen az ünnepen szeretnénk ismét a város valamennyi katolikus templomában, valamennyi miséjén Erzsébet kenyeret osztani. Ezeket a kenyereket erre az alkalomra külön sütetjük, megkeresztezzük, és kora hajnaltól késő estig osztjuk minden mise után. Nagyon sok önkéntes vesz benne részt, és nagy örömünkre fiatalok is bekapcsolódtak, és a misék után ők is fogják a kenyeret osztani. Nagyon boldogok vagyunk, hogy ha adhatjuk. Nem az a célunk elsősorban, hogy nagyon sok adományt kapjunk, de végtelenül örülünk, hogyha az emberek adnak nekünk adományt, hiszen ez a pénz, amit vasárnap össze fogunk gyűjteni, ez fogja képezni a karácsonyi élelmiszercsomagaink anyagi alapját.
Én úgy tudom, hogy további élelmiszer adományokra is szükség van, és hát adakozóak a kecskeméti polgárok, jól gondolom? Igen, igen, jól. És egyre lelkesebbek is. Igen, az egy új jelenség az adományozásban, hogy megjelentek olyan cégek, ahol zömmel fiatal munkatársak dolgoznak, és ők saját maguk elhatározzák, hogy valamilyen célt szeretnének támogatni így az ünnepek közelettével. Ebben az évben már 3 ilyen cég keresett meg bennünket. A vágyuk az, hogy személyes legyen. Ez nagyon, nagyon lényeges, hogy meg tudják ők is tapasztalni azt, hogy milyen öröm adni. Hiszen sokszor elmondjuk, közfejként hangoztatjuk, hogy sokkal jobb adni, mint kapni, és ők erre nagyon készülnek. Személyre szólóan szeretnének ajándékokat készíteni, reméljük, hogy nagy sikere lesz ennek a programnak is. Egyébként élelmiszerre van a legnagyobb szüksége, szeretném mondani, mert a meglévő adományozási kedv mellé azért oda kell tenni, hogy a szükség is nagyobb lett. Sokkal többen kérnek élelmiszert, tartós élelmiszert, higiéniai cikkeket, és ezeknek az embereknek is természetesen szeretnénk segíteni. Körülbelül 400 csomagot fogunk készíteni, amelynek bizony mindegyiknek gazdája lesz. A következő időszak, hát az már sokkal zordabb lesz, én azt gondolom, mert nagyon hosszú volt az ősz, de mintha eléggé nyárba fordult volna a dolog. De most már azért tényleg hullanak a levelek, és hát a 0 fok környékén van most már a hőmérséklet esténként. Ez még kegyetlenebb lesz, és nagyon sokak vannak olyanok, akik rászorulnak arra, hogy segítő kezet nyújtsunk nekik. Önök hogyan tudnak segíteni? Mindenek előtt a rohoraktárnak a szerepét szeretném kiemelni, és egyben kérni a város kedves lakosságát, hogy olyan meleg ruhaneműket hozzanak be a rohoraktárba, amelyeket természetesen nélkülözni tudnak, de az olyan legyen, amit ki tudunk adni. Tehát jackikre van szükség, meleg pulóverekre, meleg zoknikra, sapkákra, kesztyűkre, hiszen pontosan úgy van, ahogy szerkesztő asszony mondta, hogy a hideg beköszöntével nagyon sok ember fázik. És szeretném mondani, hogy nem csak kívülről fázik, hanem belülről is, és akkor, amikor jó szívvel átadunk egy nagyon meleg, finom, puha dzsekit, akkor azt gondolom, hogy belülről is egy kicsit meg tudjuk őt melegíteni. Az élelmiszer és a meleg ruha mellett nagyon fontosak még a babaápolási cikkek is, különösen azokban a családokban, ahol sok kisgyermek van, nagyon sokba kerülnek a pelenkák, és erre is óriási igény mutatkozik. Egyébként csak karácsonykor szoktak adakozni ilyen nagyobb volumenben, vagy az év más időszakában is jellemző az, hogy segítőkezet nyújtanak akár a cégek, akár a vállalatok, akár magánemberek? Hát azt mondhatnám, hogy végül is egész évben valamilyen alkalomból mindig szoktunk segítséget kapni a kedves és jó emberektől, de ez a karácsony az egy sajátos időszak. Egyrészt, ahogy beszéltük, hideg van, az emberek fáznak, kívülbelül jön a szeretet ünnepe, mindenki egy picit szeretné valamit hozzátenni ahhoz, hogy ő belülről lelkileg is boldogabb legyen, és az emberek pedig kevésbé legyenek szűkölködőek, és ilyenkor ez meghatványozódik, hiszen a nagy gyűjtőakciók, ezt látni is lehet a sajtóból is máshol is, hogy ezek általában november és december hónapra összpontosulnak. Így lesz ez nálunk is a Máltában természetesen. Nagyon örülünk ezeknek a felajánlásoknak, és annak különösen, hogy az előbb említett ifjú felajánlók, ifjú munkatársak, egy ilyen szakmai közösség úgy szeretné ezeket az adományokat elkészíteni, hogy ők is részesülhessenek személyesen abban az örömben, amikor aki megkapja, boldoggá lesz ettől az ajándéktól. Ezért nagy családokat szeretnének megajándékozni, személyre szólóan a családban mindenki, apa, anya, gyerekeket beleértve, mindenki olyan ajándékot fog kapni, amire vágyik. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat hogyan várja az ünnepeket? A munkatársai révén is, és egyáltalán, hogy segítséget nyújtsanak. Hát elsősorban azt mondom, hogy szolgálattal várja, hiszen nincsen már talán olyan nap, amikor valamilyen munkát el nem kellene végeznünk, valamit útjára kellene, nem kellene indítanunk.
Másrészt pedig a közösségben eltöltött időben, ami egy szeretetben eltöltött minőségi idő, most nagyon divatos kifejezés, de mégis ezt nyugodtan kimerem mondani. És természetesen készülünk lelkileg, hiszen nem sokára itt lesz Krisztus Király vasárnapja, kezdődik az advent, egy egész hónapunk lesz arra, hogy lelkileg is hangolódjunk a karácsonyra, mert azt gondoljuk, és azt hiszük, és valljuk, és tapasztaljuk is, hogy egy belső lelki megerősödés nélkül nem lehet karitatív munkát végezni. Ezért erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, és külön készülünk arra, hogy mi a magunk karácsonyát is megünnepeljük, mégpedig december 18-án, ahol a máltai önkénteseket és munkatársakkal szeretnénk közösen egy nagyon szép estét eltölteni. Hát bízunk benne, hogy ez így lesz, hisz a szeretet körbeér. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget. A jövőnket formálja a TEDx. A világszínvonalú brand fémjelezte formabontó előadássorozatot szerveztek a Neumann János Egyetemen. Külföldi és magyar kutatók, vagy éppen média személyiségek rövid, izgalmas, aktuális előadásait láthatták az érdeklődők. Stábunknak Farkas Bertalan egykori űrhajóst is sikerült mikrofon elé csábítani a helyszínen. A technológia, szórakoztatás és dizájn jelszavak köré épülő könnyed egésznapos előadássorozattal készült a Neumann János Egyetem azoknak, akik érdeklődnek a tudomány izgalmas vívmányai iránt. A kertépítés tárgyak összeragasztása plazmával, az intelligens városok, vagy éppen épületek megtervezése, de még a szex és statisztika is megfértek egymás mellett a mai kecskeméti TEDx-en. Egy fantasztikus alkalom és fantasztikus előadások, amivel azt gondolom, hogy tudjuk a tudomány közös ügyét szolgálni. A kollégáink és természetesen az előadók egy fantasztikus előadás sorozatnak a részesei, amit nemzetközi környezetben, nagyon kulturált körülmények között és valóban innovatív formában tudunk közvetíteni széles közönség felé. Tehát ez a Neumann János Egyetemnek mit profitálhat az intézmény, és mondjuk mit profitálhatnak azok, akik eljöttek? Ez egy dimenzióváltás az egyetem életében, én azt gondolom, egy magasabb szintre kapcsoltunk és nemzetközi szintre kapcsoltunk. Tudjuk népszerűsíteni azokat a kutatási területeket, azokat a tudományterületeket, amelyeket az egyetemünk gondoz. A Neumann János Egyetem tudósai egyértelműen elnyerték a közönség tetszését. Dr. Berceli Miklós ragasztásról, plazmatechnikákról szóló bemutató előadása épp úgy, mint a zöld újjúakat inspiráló Megyeri Szabolcs szavai. Fantasztikus lehetőség, és nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ezt megkaphattam. Igyekeztem méltó módon felkészülni rá. A helyzet az, hogy sok száz előadást tartottam már életemben, kertbarát közösségében, és amikor felkértek erre, akkor gyorsan igen mondtam, hogy hát persze, az ember szívesen beszél arról, amit szeret. Aztán utána néztem, hogy mi is az a TEDx, és akkor már azért megijedtem. Nagyon sokat készültem, az igazság, hogy nagyon sokat izgultam rajta, és ez pedig ennek az volt az oka, hogy itt tényleg ezt a 15 perces keretet kell tartani, és hát ez óriási kihívás valakinek, aki szeret mesélni valamiről, amiben van sikerélmény, meg valamiről, ami azt gondolja, hogy egy megoldás lehet, egy kiút lehet. Úgyhogy a helyzet az, hogy csodálatos volt fent, aztán nagyon jó volt a közönség, ahogy mosolyogtak, ahogy bíztattak, ahogy láttam a szemükben az, hogy találkozik az a világ, amit én vázolok. Fantasztikus volt a közönség, csak hálával gondoltok rájuk. Mire elég 15 perc? 15 perc arra nem elég, hogy az ember egy témát jobban kifejtsem, de arra, kicsit olyan, mint manapság egy ilyen TikTok videó, hogy ilyen villanások vannak, hogy kedvet csináljunk, de ez nem maradjon pusztán kedv, ne csak egy elhatározás maradjon, hanem kövessék tettek. Ez a cél, ha egy előadó ezt elérte, tehát hogyha innen most úgy mennek ki az emberek, hogy abból valamennyien elkezdenek önellátó kertbe fogni, akkor volt értelme a mai napnak, és azt hiszem, hogy ez így lesz. A mai TEDx konferencia sorozat egyik központi témaköre volt az épület és várostervezés. Neves külföldi és hazai előadók is beszéltek arról, milyen szervezési és tervezési logikát kíván meg a 21. század. Ezt a komplex folyamatot mutatta be előadásában Szemereiné Pataki Klaudia polgármester Kecskemét robbanásszerű fejlődéséről és az azzal érkező kihívásokról szóló előadásában. Azok a varázsszavak kerülnek elő, hogy hatékonyság és fenntarthatóság. És az ipari forradalom mindig hoz magával egy szellemi forradalmat. Még ez a negyedik ipari forradalom nem hozta magával igazából azt a szellemi forradalmat, amire várunk, de a közösségek dolgoznak. Mi itt Kecskeméten dolgozunk, és vannak saját válaszaink.
Összetett és bonyolult, színes a világ, amilyen színes Kecskemét is, és nem lesz egy üdvözítő válasz, hanem ezer, sőt lehet, hogy milliónyi válaszok lesznek. De ez így van rendjén, hiszen nekünk itt Kecskeméten ez egy történelmi lehetőség. 16 előadó várta ma az érdeklődőket az egész napos tudományos dzsemborin. Az előadók között olyan nagy nevekkel is találkozhattunk, mint Balogh Péter befektető, de a külföldi hírességek sorát erősítette dr. Mandeep Kaurai díjon nemzetközi értékszakértő újságíró is, aki például a magyarok folyamatos versenyszelleméről és ennek hatásairól is mesélt a közönségnek. A nap egyértelmű sztárja Farkas Bertalan űrhajós volt, aki a Hunor program 4 fiatal űrhajós jelöltjével is találkozott. Farkas Bertalannak Kecskemétről és a helyi oktatásról is jó emlékei vannak. Kecskeméttel, a régi Ganffal is nagyon jó kapcsolatban voltam, előadást tartottam. Ez egy mostani új elképzelés, amihez csak tiszta szívből tud az ember gratulálni. Főleg azért is, mert olyan névadó van az alapítvány részéről is, aki a világon mindenki büszkén emlékezik, és jó magyar volt, nem a János. Én úgy gondolom, hogy az a elképzelés, ami itt megszületett, az egyetem és az üzleti világban dolgozó, tudományos kutatásokkal foglalkozó intézmények között az egy óriási dolog. Óriási dolog azért, mert azok a fiatalok, akik itt készülnek és tanulnak, képzik magukat, elméleti tudást szereznek, ezeket be tudják a gyakorlatba építeni. És utána gyakorlatilag, ha tetszik, ha nem, szinte az egyetem befejezése után szinte a munkahely biztosított számokra. És ez egy fantasztikus dolog, és utána lehet tovább képezni önmagát, mindenki a saját képességétől függően. Csak gratulálok hozzá. Én azt gondolom, hogy ha valaki tudja, hogy milyen érzés, és ha hozzak egy kis párhuzamot azzal, amit ön mondott, kapocsnak lenni a nagyvilággal, akkor ön biztosan tudja, hiszen űrhajósként azért azt gondolom, hogy egyfajta kapocs volt ön is a külvilág felé, a nemzetközi vizek felé. Mit tehet valaki, akár egy egyetem, akár egy személy azért, hogy a magyarok hírnevét tovább vigye? Hát én azt hiszem, miután fiatalok rossz a történet, a legfontosabb a tanulás. Ezt nem lehet semmilyen politikai kényszerrel megszüntetni, hanem sőt, mi több politikának akarni kell az, hogy minél több valóban felkészült elmélet és gyakorlati tapasztalatot rendelkező ember kerüljön ki az üzleti világba, kutató intézetekbe. És én biztos vagyok abban, hogy ez valamilyen úton módon kamatozódik. Kell, hogy kamatozódjon. Elmennek külföldre, ha itt befejezik, de úgy jönnek vissza, hogy az itt megszerzett, meg az ott megszerzett tudást itthon kell, hogy kamatoztassák, és ez a legcsodálatosabb dolog nekünk, magyaroknak. Ahogyan Farkas Bertalan, úgy a TEDx minden előadója nyomot hagyott a közönségben, inspiráló és gondolatébresztő előadásával. A sorozat biztosan elérte a célját, bebizonyította, hogy a tudománnyal nem csak érdemes foglalkozni, mert hasznos, de trendi és menő is okosnak lenni. A Magyar Jogász Egylet Bács-Kiskun vármegyei szervezete ismét szakmai napot rendezett a kecskeméti törvényszék dísztermében. Az ülés témájának ezúttal az arc és képmás tiszteletét és védelmét választották. Az előadók és a résztvevők azt fejtegették, hogyan válhat egy családi fotó a gyermekpornográfia eszközévé. A gyermeki és szülői jogok ütközéséről, a rendőrség szerepéről és a média tudatosságra nevelésről, gyermekvédelemről is szólt a mai szakmai nap a kecskeméti törvényszék dísztermében. A Magyar Jogász Egylet Bács-Kiskun vármegyei szervezete 52. alkalommal tartotta meg ülését, ami témájának most az arc és képmás tiszteletét és védelmét választották. Próbáltunk gyakorlatias, a gyakorlatban jelentkező, de mégis elméleti igényességgel feldolgozható témát választani, a szemünk fénye a gyermek, és hát aktuális, a gyermeki jogok védelme Magyarországon is rendkívül aktuális, úgymond még nemzetközi szintérbe is helyez bennünket, de nem csak a gyermek, itt a felnőttek jogairól is szó van, a képmáshoz, az arc és képmáshoz való jog, és az ezzel megvalósítható visszaélések, de mint az előadásukban elhangzott, sokszor nem is szándékos visszaélésről van szó, egyszerű figyelmetlenségről, gondatlanságról,
amit bizonyos személyek nagyon csúnyán ki tudnak használni. A gondatlanul használt vagy nem biztonságos helyre feltöltött fotókat akár zsarolásra is használhatják, amivel nem csak a gyermek, hanem az egész család életét meg tudják keseríteni az elkövetők. Gyakoriak az olyan esetek, amik nem valósítanak meg gyermekpornográfiát, de mély nyomot hagyhatnak a gyerekekben. Elhangzott az előadások során a úgymond a felelős szülők magatartása, akik egy-egy bontóperben a másik szülőt bosszantva, lejáratva, nem gondolva végig, hogy mit okoznak ezzel, olyan fényképeket, olyan felvételeket csatolnak a peres iratokhoz, amelyek súlyosan sértik a gyermek és a másik szülő jogait. Fürdik együtt apuka a kislánnyal. Amikor készült a felvétel, mindenki aranyosnak találta, mindenki mosolygott, vigyorgott, megmutatták nagyszülőknek is, majd jön a bontóper, és akkor mit hoz az élet? Bemutatják ugyanezt a felvételt, hogy apuka már akkor abuzálta a kislányát. Dr. Bicskei Ferenc hozzátette, lehet, hogy ez elsőre extrémnek hangzik egy vállóper esetében, de ezt a példát egy kecskeméti ügyből elevenítette fel. Így a rendezvény célja egyfelől a saját magunk és a környezetünk figyelmének felhívása a megfelelő óvatosságra, hozzáállásra, másrészt pedig a gyakorló jogászoknak meg kell ismerniük a társhatóságok munkáját ebben a témában. Bárki részt vehet, és részt is vesz valamennyi társhatóság. Jelen vannak a bíróságok, az ügyészségek, a közigazgatás és az ügyvédség képviselői. Nagy örömünkre idén nemzetközi is a konferencia, a Vajdasági Magyar Jogász Egylet képviselő is jelen vannak, onnan is érkezett ügyvéd is és ügyész is. Az életmódváltozás és a technológiai fejlődés tehát új kihívásokat és veszélyeket hozott magával, mindezekre a nyomozóhatóságoknak, az ügyészségnek, a bíróságoknak és ügyvédeknek, illetve a közigazgatásnak is fel kell készülnie. Az új média korában a média tudatosságra nevelés és a gyermekvédelem lehet a megelőzés első lépése. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Kecskemét összes választókerületének képviselője felhasználta már több milliós képviselői keretét, csak Józsa Bálint nem adott még belőle semmire. Annak ellenére sem, hogy Kecskemét polgármestere kérte, hogy még az első fél évben adják le a képviselők, mire szeretnék felhasználni a keretet. 16 külföldi és magyar kutató média személyiség előadásait láthatták az érdeklődők a TEDx világhírű előadás sorozatán ma a Neumann János Egyetemen. Az izgalmas és színvonalas előadásokat online is követhették az érdeklődők. A Magyar Közút Nonprofit ZRT-nél átálltak a téli üzemmódra, éjjel-nappal figyelik az utak állapotát. A megyei utakat 38 körzetben 38 jármű tisztítja idén is. A gépeket a napokban szemlézték a mérnökök, emellett a szükséges útszórósó készletet is feltöltötték. A gyermeki és szülői jogok ütközéséről, a rendőrség szerepéről és a média tudatosságra nevelésről, gyermekvédelemről is szólt a Magyar Jogász Egylet Bács-Kiskunvár megyei szervezetének szakmai napja. A versek birodalmába varázsolták ma az óvodásokat a Szolakaténusz Játékmúzeum körtermében, megrendezte hagyományos városi versmondó találkozóját a Hosszú utcai óvoda. Idén 26 kisgyerek készült egy-egy költeménnyel a játékos eseményre. Kedves nézőink, hírórával legközelebb hétfőn várjuk Önöket este 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Tartsanak velünk akkor is, szép hétvégét kívánok mindannyiuknak, viszontlátásra!